Tom Sawyer kalandjai. Történetünk helyszíne egy kis falucska a Mississippi folyó partján. Tom! Tom! Elkésel az iskolából! Szid, nem láttad Tomot? Nem láttam Polly néni, de... De mi? Valamit titkolsz előlem, te fiú! Micsoda dolog ez? Nem szeretnék árulkodó Júdás lenni, Polly néni. És Tomtól is félek. Az még nem árulkodás, kisfiam, ha megmondod az igazat. Na, kizele, mit tud? Ne félj, én majd megvédelek Tomtól. Megette a lekvárt. Hű, milyen lekvárt? Amit ma reggel főztél, és amit el akartál tenni. Oh. De én nem szóltam. Ilyen kölyök még nem volt a világon. Tom! Szörnyeteg vagy, érted? Tom! Ha tudtam volna, hogy ilyen rossz vagy, nem veszlek magamhoz. Még az én drága megboldogult nővérem emlékért sem. Átkozott kölyök! Ma meg vagy! Mi rosszat csináltam, Polly néni? Nézd meg a kezedet, a szádat! Nem megmondtam neked, hogy ne merj hozzányúlni a lekváromhoz. Mégis megdézsmáltad, igaz? Nem én. Szígy elmondta? Azt hiszed, mindig besapadsz? Na megállj csak! Nézd, Polly néni, egy egér, júj! Júj! Egy egér! Ördög vigye ezt a gyereket! Megint becsapott! Aztán iskolába menjen! Nehogy elcsavarodj nekem! Hoppá! Tom persze felé se ment az iskolának. Hogyan is tölthetne tanulással egy ilyen szép napot? Hello, Huck! Hello, Tom! Nem szidnak le, hogy nem vagy iskolában? Hát, soha az életben nem jönnek rá, mert túljártam Polly néni eszén. Ezt nézd meg! Mi van? Hozzávarta a nadrágtartót az ingethez? Csak úgy tudom lemenni az ingem, ha szétfejtem. Ha nem szakítom el a cérnát, akkor nem tudok fürödni. Érted? Ravasz egy nénéd van. Csak hogy ide süss. Fekete és fehér. Nem csak Polly néni tud ám varni. Így egy kicsit nehezebb lesz ezután a fürdőzés. Igen, de ha egész nap kémkednek utánom, az sem egy könnyű helyzet. Mindig a jó fiút kell játszani. De szerencsés vagy, Huck. Nem kell menned se iskolába, se templomba. Azt csinálsz, amit akarsz. Úgy bizony. Jaj. Egy napon itt hagyom a falut és kalóz leszek. Élvezni fogok a szabadságomat. Én is megyek veled, Tom! Huck Leberi Finn a falu részeges csavargójának fia volt. Az anyák féltették tőle fiaikat és nem engedték őket játszani vele. De Tomnak Huck volt a legjobb barátja. Mindketten rajongtak a szabadságért. Holnap is megyünk vacsorázni? Huck! Na, hogy megyünk. De gondolod, hogy holnap is elengednek? Persze, holnap szombat. Na, és ilyenkor semmilyen házi munkát nem oszt rád a nagynénikén? Házi munkáról szó sem lehet. Főleg szombaton. Biztos elmegyünk. Biztos, hogy... Még nem láttam erre ezt a lányt. Ki lehet? Ő Becky Thatcher. 3 napja érkeztek ide. Nekem nagyon tetszik. Aha, na és ez kölcsönös? Biztos vagyok benne, hogy én is tetszem neki. Mindjárt meglátjuk. Hoppá! Fergeteges a siker, Tom. Na jó, holnap várlak lent a folyónál. Szia!
Tom, amikor meglátta Beckyt, már az első pillanatban szerelmes lett belé, de a lány rá se hederített. Már második alkalommal nézett keresztül rajta. A harmadik alkalom lesz a döntő. Mi az ördögöt csináltál ilyen sokáig? Hát az iskolában voltam. Igen, valami csoda történt. Azt akarod nekem bemesélni, hogy nem voltál fürdeni egy ilyen szép napon? Nem hazudok, az iskolában voltam. Mindig kételkedtem a szavaidban, de úgy látszik, néha igazat is mondasz. Én mindig igazat mondok, Polly. Polly néni! Biztos, hogy nem fekete szérnával vartad meg Tomingét? Mert most fehér szérnával van megvarva, látod? Igazad van, Fiv, megint át akart verni. Ezért még megfizettek is rohadék. Magyarok én neked, te átkozott kölyök! Ezt még megbánod? Holnap büntetésből azzal kezded a napot, hogy fehérre meszeled a kerítést. Így aztán a szombatból, amit Tom oly reménykedve várt, munkanap lett. Mit gondolhat Huck, hogy megszegte az ígéretét? És mit szólnak majd a barátai, hogy szombaton dolgozni látják? Tom úgy érezte, hogy az élet reménytelen, súlyos teher. Végignézett a kerítésen, és mélységes bánat szállta meg a lelkét. Valamit tenni kell. Sawyer szombaton dolgozik. Hé, Tom, te dolgozol? Te vagy az Ben? Jó kis munkát kaptál. Munkát? Nem érez, nem az? Ezt te munkának tartod? Nem tudom, hogy ez munka, de nekem nagyon tetszik. Hadd neszeljünk mi is. Szó sem lehet róla. Polly néni szörnyű kényes erre a kerítésre. Szeretnétek ti is kipróbálni. Mi? De miért nem engeded meg nekünk is, hogy meszeljünk? Isten bizony szívesen átadnám neked, Ben, de Polly néni nem engedi. Figyelj ide, Tom, ha meszelhetek, neked adom a fél almámat. Nem lehet, Ben, nem lehet, enyém a felelősség. Ráadásul ez az utcára néző rész. Neked adom az egész almámat. De Polly néni... Várj, még ezt a patkányt is neked adom. Itt van. Hát, ha így ragaszkodsz hozzá, tessék, fogd. Köszönöm. Ettől a pillanattól a dolognak felment az értéke. Gyorsan híre ment a faluban, és a falu összes gyereke megjelent a meszelőjével, hogy művészi áhítottan vizsgálhassa a kerítést. Hé, John! Élénkem bent több lelkesedéssel! Roger, ne maradjon olyan fontos ez a főutca felé eső rész! Állj, ne a földre menjen, hanem a kerítésre! Hát ez hihetetlen! És milyen gyönyörű! És milyen hamar készett? Látod, Tom, tudsz te dolgozni, ha akarsz. Jól van, Tom. Nagyon szép lett, nagyon ügyes vagy. És most jutalmul elmehetsz játszani oda, ahova csak akarsz. Ó, köszönöm, Polly néni. Szív! Ez a tiéd! Nesze neked! Nesze! Árukodó Júdás, kell egy piros tojás! Ez a gyermek mindig kihoz a sodromból. Tom nem csak, hogy megúszta a kerítésfestést, hanem még hasznot is húzott belőle. Kincsekkel megtömött zsebeivel vidáman rohant a folyóhoz, ahol Huck várta. Van egy patkányom, egy vidörösbe lesz patkányom. Bocsánat, kérem. Tom, hova rohansz ilyen ész nélkül?
Jaj! A patkányom! Tom! Tom Sawyer, hogy mersz ilyet csinálni a tanároddal? Állj meg! Tom gondolni sem mert rá, hogy milyen büntetést fog kapni ezért tanárától. A tanulás sem volt túlságosan ínyére. Gyerünk ismételt, boldogok-a! Boldogok-a, boldogok-a! Milliószor átismételtük már, boldogok a lelki! Boldogok a lelki, a lelki... Boldogok-a! Boldogok a... Szegény lelkiek? A lelki szegények! Há, a lelki szegények. Gyerünk, folytasd! Micsodát? Az idézetet. Milyen fél idézetet? Órája nem vagy képes egyetlen verset sem megtanulni. Így nem érdemelsz ki a templomban egy szent képet sem. Palli néni, én elmondom fejből. Boldogok a lelki szegények, mert övéki a mennyek országa. Nagyon jó, Szid. Nem szégyelled magad? A testvéred már majdnem 100 szentképet gyűjtött össze, és neked még egy sincs. Igen, de legalább 6 verset kell betéve tudni, hogy egy szentképet kapjak, és ha össze is gyűjtök 100 szentképet, mit kapok? Csak egy Bibliát. Hát nem érted meg, hogy magadért, a lelkedért tanulod mindezt, és nem a jutalomért? Hogy lesz belőled így jó fiú? Mit fogok mondani szegény anyádnak, ha majd találkozom vele a más virágon? Tom, aki végül is jó szívű fiú volt, elszégyelte magát, hogy nagynénje miatta sír. Ne sírj, Polly néni, megígérem, holnaptól jó fiú lesz. Ne sírj, kérlek. Ne ígérgess semmit, úgyse tartod meg. Soha. Bár nagyon nehezére esett beismerni, Tom tudta, hogy nénikének igaza van. Így hát megfogadta magában, jól fog viselkedni a templomban, hogy Polly néni büszke lehessen rá. És ezzel talán megbékíti tanárát is, és feledésbe merül a patkány incidens. Hé, Tom! Beállunk végre kalóznak! Lemondtam erről a tervről. De miért? Megígértem Polly néninek, hogy bátor, jó leszek. Hogy jó lesz? A jó Isten világítsa meg elmédet. Ámen. Mint ahogy tudjátok, fiaim, a Biblia a mi lelki táplálékunk, ezért abból idézni csodálatosan üdvös dolog, ami eligazítja tévelygő lelkünket és megvilágítja gyarló elménket. Tom a templomban mindig gyötrelmesen unatkozott, és jó szándéka végleg szertefoszlott, amikor meglátta Beckyt. Egy szentképet kap az, aki legalább 6 verset tud idézni a Bibliából, és aki 100 szentképet összegyűjt, annak nagy jutalomban lesz része. Az iskola igazgatójától kap egy Bibliát. Te gyönyörű szarvasbogár! Na jól van, gyerekek, most lássuk, ki fogja ezt a nagy jutalmat kapni. Mutasd még egyszer! Mindössze 6 idézet kell. Na gyerekek, bátorság! Nagyon szép! Ki az első jelentkező? Ha játszol velem, akkor neked adom. Jó, rendben van, játszom veled. Jaj! Jobb lenne, ha megfognád, mielőtt a tanár úr észreveszi, mert akkor jaj neked! Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Nagyon jó! Már megvan az első idézet. Most halljuk a másodikat. Boldogok a... Ez jó volt, de most a másodikat. Igen, csak... Várj! Az a bogár az enyém! Tom Sawyer, te átkozott kölyök! Már megint te vagy az! Ah!
Mint mindig, most is a Tom számára legalkalmatlanabb pillanatban jelent meg az igazgató. Ráadásul ezúttal a kerületi bíró társaságában. Márpedig a kerületi bíró volt a legbefolyásosabb ember az egész faluban. Mi az, igazgató úr? Talán most van a 10 perces szünet? Nem, dehogy is. Ugye csak a kutyát zavartad ki a templomból, mert a kutya elkerülte volna a figyelmüket. Rendben van, gyerekek, mi azért jöttünk, hogy átadhassuk nektek a jutalmat a szent képekért. Yeah! Tom már tudta, hogy nem sikerült megtartani a ígéretét. Becky, játszol velem? Nem. Miért nem? Hiszen megígérted. De már nincs meg a szarvasbogarad. Úgy látszik, Tomnak nem volt szerencséje Beckyben sem. De csavaros észjárása szerencsére most sem hagyta cserben. Hirtelen remek ötlete támadt. Eszébe jutott, hogyan szerezhetné vissza egy csapásra a hírnevét. Figyelj, Ben! Mit kérnél ezekért a szent képekért? Ha nem tudom, mit tudsz adni? Figyusz! Én 10-et adok a fehér horogért! Mutasd meg! Hogy mondod, mi legyen? Nos, ki lesz az a szerencsés tanuló, aki a mi szeretett, mélyen tisztelt vendégünk jelenlétében megkapja a jutalmat? Na, összeszámoltátok már a szent képeiteket? Gyerünk gyorsan! Nézzétek, a mi kedves vendégünk hogy várja már! Nincs senki, akinek elég szent képe lenne? Nem, ez lehetetlen! Nincs senki, egyetlen diák sem? Az lehetetlen! Nos? Végre ott van valaki! Ki lesz az? Tom, ez teljesen lehetetlen! Neked 100 szent képed van? Igen, uram, pont 100. Ez nekem gyanús, igazgató úr. Ennek a fiúnak egy dicsérete sem lehet. Nekem is gyanús, de nem utassuk a bíró úr előtt. Igen, de hát ez... Tom Sawyer, büszke lehetsz. Te nyerted el a Bibliát. Istenem, bocsáss meg a vétkem. Amen. Fogd, megérdemelted. Engedd meg, hogy egyúttal én is megdicsérjelek. Tom szinte kővé dermedt a sok dicsérő szótól. Győzedelmes pillanat volt ez számára. Tom Sawyer, nem volt nehéz ezt a rengeteg idézetet megjegyezned a Bibliából? Biztosan sokat tanultál. Á, nem, azaz igen. És tudnál most néhány kérdésre válaszolni? Na, mondd csak meg nekem szépen, milyen helyen született Krisztus? Hadd gondolkodjam. Hogy még azt sem tudja, hogy Jászolban született? Tom Sawyer nem tudja, nem tudja! Nem létezik, hogy te, aki a legjobb vagy, ne tud. Koránban. Tényleg azt mondtad, hogy Jézus karámban született? Igaz ez, Cid? Az igazat mond nekem, Cid, így volt? Én soha nem hazudok. Ne! Micsoda szégyen! Ezek után tényleg nem engedhetlek ki az utcára, hogy Krisztus karámban született, édes jó Istenem! Hé, Tom! Már megint megszök? Gyere vissza! Jó lett a tutaj, ugye? Ezennel jelentkezem, Tom Sawyer, a Karib-tenger híres kalóza. És Huck Finn a kapitány. És mi lesz a jelszónk? Csontvár, temető. Kalózok vagyunk! Mikor indulunk? Holnap és pontosan éjfélkor tervészet. Ha-ha! Éjjel! Éjjel! Csontvár! Kalózok vagyunk!
hittad? De hogy hittam? Hát akkor nem értem. Biztos azért van az egész, mert a mamám már nem szeret engem. Figyelj ide, Becky! Állj közén kalóznak! Haki és én ma éjjel indulunk, érted? De én nem leszek kalóz! Herceg kisasszony igen, de kalóz az nem! Herceg kisasszony? Csak mint herceg kisasszony megyek! Megvan! Te leszel a herceg kisasszony, akit a kalózok elraboltak és fogságban tartanak! Tényleg? Jaj, de nagyon izgi leszek, Tom! Szóval jössz? Igen! De hol lesz a kalóztanya? A Jackson szigeten, a folyó közepén. A Jackson szigeten. És amikor eljött az éjfél, mondd a jelszót! Temető! Csontváz! Ki ez a lány? Ő a foglyom, Perzsia hercegnője. Á, rendben, akkor hajóra. És a kalózok nyomot sem hagyva maguk után felszedték a horgonyt. Isten veled, kisfalu. Talán soha többé nem látlak viszont. Miért mondod ezt? A szigetről látni a falu fényeit. Ne, ne zavarj meg, hát nem azt mondtuk, hogy beállunk kalóznak és elhajózunk egy lakatlan szigetre. Ja. Én pedig szerencsétlen herceg kisasszony vagyok, akit elraboltatok, és szenvedek a magánytól. Jaj, most majd megbánja a mama, hogy ilyen csúnyán viselkedett velem. Lakatlan sziget? Úgy tűnik, már meg is érkeztünk a lakatlan szigetre. A falutól pár kilométerre a Mississippi közepén volt ez a keskeny sziget, melyet sűrű erdő borított, és így kitűnő búvóhelynek ígérkezett kis kalózaink számára. Te jó szaga van! De finom! Micsoda illat! Isten, ilyen érzem magam! Nincs is jobb ennél! Nem kell semmivel törődni, senki sem felügyel, senki sem szól rá. És nem kell iskolába járni, és nem szívnak meg, ha későn kelek. Hát ez csodálatos. Tényleg, mit csinálnak a kalózok egész nap? Remek dolgokat. Hajókat kerítenek be, megcsákjázzák őket, kirabolják, és megölik az ellenségeiket. És drága kővel és gyémántokkal kirapott ruhát viselnek. Ki csodák? Hát a kalózok természetesen. Gyémántos ruhát? Hé, Tom, honnan fogunk szerezni ilyen kalózruhákat? Ne izgulj, ha a terveink valóra válnak, még ennél különb ruháink is lesznek. A terveink? Milyen tervekről beszélsz? Ismered azt a kis kunyót a sziget belsejében? Ahol valamikor régen azt a gyilkosságot követték el? Azt mondják, hogy szellemek járnak. Jaj, ne ijedgessetek! Az a kunyhó kitűnően alkalmas arra, hogy kincseket rejtsenek el benne. De Tom, mi a fene jár a fejedben? Én csak azt mondom, az tökéletes hely, hogy a rablók oda dobják a kincseiket. Tehát indulás, és mire felkel a nap, már gazdagok vagyunk. Induljunk! Igen! Miért hozod azt a döglött macskát? Hát, ez a talizmán a szellemeken. Nem tudtad, mindig van nálam egy. Amikor előjönnek a kísértetek, hozzájuk vágom a döglött macskát, és azt mondom. Rossz szellemek, menjetek vissza a holtak közé! Hát itt. Vannak szellemek? Persze, hogy vannak. Legalábbis úgy mondják. Az elátkozott ház! Aha. Látod ezt? Ilyen helyre áshatták el a kincset. Hol lehet?
honnan tudjam? Gyere, kezdjünk ásni! Azt gondolták, hogy megtalálhatják elveszett Gitchet. Teljes gőzzel nekikezdtek a feladatnak, és csak ástak, ástak. De bármerre is ástak, nem találtak még egy árva fityinget sem. Hagyjuk már abba, Tom. Nem hiszem, hogy itt van. Én hazamegyek. Kilátott már álmos hercegnő. Pedig biztos voltam benne, hogy találunk valamit. Tom, álmos vagyok. Értsd már meg, hogy álmos vagyok. Jó. Valaki jön. Bújjunk el fent. Nem csodálom, hogy kísértett háznak nevezik, olyan is. Épp ezért jó hely nekünk. Hát nehéz munka volt, de végül is megérte, he? Nem is volt olyan nehéz. Először azt hittem, sokkal több emberrel kell szembeszállni, de csak a vén bíró volt ott. A bíró? Ezek Douglas úrról beszélnek. Biztos kirabolták az öreget. Hé, te, mondtál valami? Nem. Akkor képzelődtem. Persze. Vessünk még egy pillantást a kincseinkre, mielőtt elássuk. Ez pénz? Persze, hogy pénz. Miért? Ki mondta, hogy nem? Nem te mondtad, hogy ez pénz? Én? Tényleg szellemek járnak ebben a házban. Ugye már a ság? Nézd azt az ásót! Még a föld is nedves rajta! Ez azt jelenti, hogy itt van valaki. De nem szellem, hanem élő ember. Hogy nem vettük észre? Meg kell keresnünk őket. Jó Istenem, Tom! Rossz szellemek, menjetek vissza a holtak közé! Fussunk, fussunk! Mi az ördög volt ez? Valami nehéz, puha és szörő. Jaj, ne, azt nem bírom. Ez egy szellem lehet, tehát hideg és szörös. Hajnapban nem bírom tovább. Elátkozott helyről, gyorsan fussunk! Várj, javakár is! Várj, segítség! Javakár is! És erre a nehéz éjszakára felvirradt a szerencsés reggel. Mit szólsz hozzá? Ennyi rengeteg pénzzel már igazán lehetnénk kalózok. Igen. Akkor foglaljuk le, mint hadizsákmány. De fiúk, mit fogunk csinálni a pénzzel? Mit teszünk a pénzzel? Hát, egyelőre nincs szükségünk rá. Egyébként is a pénz Douglas úré. Igen. És gondolom Douglas úr szeretné visszakapni. Vajon mi van otthon? Egyszeriben vágyakozás töltötte el őket, a születő honvágy érzése, de nem tartott sokáig. Ez meg mi? Vihar lesz, nem? Csend! Hadd hallgassam! Csend! A szigettől úgy 1 kilométerre gőzös küszködött az árral. Körülötte egy sereg csónak úszkált tele emberekkel, akik föl alá eveztek a folyón. Kit kereshetnek? Hát minket. Azt hiszik, megfulladtunk, mert sehol sem találnak. Minket? Biztos vagy benne, hogy ezt az egész cirkuszt mind miattunk csinálják? Mint a hősök lennék. Szegény mami, biztosan nagyon izgul értem. Hát már csak ezért is megérte, hogy kalózok lettünk. Éjjel! Menjünk el fürödni a túlsó partra! Helyes!
nézzétek, mit találtam! A gyerekek el voltak ragadtatva, hogy a falu érdeklődésének középpontjába kerültek. Mégis, amikor sötétedni kezdett, megint az a megmagyarázhatatlan nyugtalanság lett túrrá rajtuk. Figyelj ide, Tom! Ha nem is most rögtön, de mi lenne, ha rövid időn belül visszatérnénk a faluba? Egy kicsit később. Vissza a faluba? Ezt nem mondhatod komolyan. Mi kalózok vagyunk, ha elfelejtetted volna. Tudom, nem is azért mondtam. De gondolj csak meg, mit csinálunk például holnap? Rengeteg tennivalónk van, úsznunk kell, meg halászni. Ez már unalmas. És ha nincsenek itt a többiek, akkor nem is olyan jó az egész. Tom, ez igaz. Nem mintha én vissza akarnék menni, de... Tom nagyon is megértette Huckot és Beckyt, hogy haza akarnak menni. Valójában ő is erre áhítozott. Hát igen. Polly néni már biztos nagyon aggódik miatta. Úgy döntött, eljuttat egy üzenetet nénikéjének, hogy megnyugtassa. Nem haltunk meg, kérlek ne aggódj, Tom. Sajnos meg vagyok róla győződve, hogy nem látjuk őket viszont. Oh, de nagy húzat van. Na hát, az ajtó nyitva van, pedig én úgy emlékszem, becsuktam. Szíd, csukd be kérlek az ajtót. Jaj, Polly néni, az ajtó magától becsukódott. Különös dolgok történnek itt. Csak nem a lányom szelleme. Szegény kislányom, szegény Becky. Tom nem volt rossz fiú, csak haszontalan. Nehéz volt kordában tartani, de arany szíve volt. Az én Beckym is ilyen volt. Szegénykémnek azt mondtam, hogy ő itte meg a tejszínt, pedig én öntöttem ki, mert megromlott. Csak elfelejtett. Istentől megkaptuk büntetésünket. Elvette tőlünk. És Tom, ha jobban viselkedett volna, a mennyországba jutott volna? Fogd be a szád! Még egyszer ne beszélj így Tomról, nem tűröm! És mi ez itt nálad? Egy kincs, amit találtam. Nem így ostoba! Ez az ajtófogója, nem játék! Na, megyek. Találkozunk holnap a gyászmisé. Aj, nem tudom elhinni, hogy a gyerekek halotti miséje lesz. De nagy szerencsétlenséget. Ja, Istenem, de nagy szerencsétlenség. Igen, holnap rendezik a gyászszertartást. Mielőtt az ügy tovább bonyolódna, vissza kell térniük. És Tomnak ebben a pillanatban újabb ragyogó ötlet jutott az eszébe. Erre nincs szükség. Jobb ötletem van. Egy pillanat, majd bolond leszek itt hagyni egy ilyen kincset. Végül is kalózok vagyunk, vagy mi? Rövid életük alatt oly ártatlanok voltak ezek a gyerekek, valódi angyalok. És mi felnőttek ártatlan csíntevéseikért, súlyosabbnál súlyosabb büntetéseket mértünk rájuk. És ezek a szigorú büntetések okozták, hogy elhagyták otthonaikat, és védelem ilyen elvesztek, szegények. Ó, ha most itt lennének, magamhoz ölelném, és megcsókolnám őket! Ó, Becky!
Douglas itt áll önök előtt! És íme Douglas úr elrabolt pénze! Micsoda szerencse! A pénzem mind megvan! Az egész vagyonkám! Visszaszerezték! Visszaszerezték! Az ötlet, hogy a gyász szertartásra toppanjanak be, sikeres volt. Ahelyett, hogy megszitták volna őket, a falu hőseivé váltak. Ó, Tom, milyen felelőtlen rosszont vagy, kegyetlen voltam, annyit izgultam miattad, biztos nem is gondoltál rám. Mindig az eszemben voltál. Már megint feleselsz, Tom, mivel tudod bizonyítani, amit mondasz? Álmomban is megjelentél, Polly néni, és azt mondtad, nem is vagyok olyan rossz fiú, csak túlságosan élénk. Tom! És mit mondott álmodban, Steve? Hogy a mennyországba jutnék, ha jobb lettem volna. Hát ez így van, szó szerint ezt mondta, igaz, Steve? Erre te rászóltál, hogy fogja be a száját. És utána még beszélgettetek. Te és Becky anyukája, és sírtatok is. Ez így is volt, pontosan így történt, mintha csak itt lettél volna. Utána írtam neked egy üzenetet, amit az asztalon akartam hagyni, hogy ne aggódj miattam. Komolyan mondottam, nagyon figyelmes vagy, hogy álmodban erre gondoltál. Mennyire aggódtam miattad, mennyire aggódtam. És képzeld, a szigetről hoztam neked még ajándékot is, Polly néni. Nem tudtam elképzelni, hová tűnt a... Igen, igen. Ahogy sejtettem, itt voltál az este, igaz? Szóval ezt te csak álmodtad, mi? Furcsa is volt, hogy aggódsz miattam. Megint becsaptál, Tom, megint becsaptál! Nagyon sajnálom, de én nem akartam. Én nem akartalak megijeszteni sem becsapni, Polly néni. Esküszöm, hogy nem akartalak. Nem! De Isten verése, te átkozott hazudozó! Biztosan jól kinevettél mindannyiunkat! Most ellátom a bajodat, megálltam! Ez megkeserülhet, Tom! Gyere vissza! Tom! Erről az üzenetről beszélt nekem, akkor ezek szerint mégiscsak igaz, hogy aggódott értem. Hello, kötő! Lehet, hogy nem ez volt az utolsó ilyen üzenetem? Fiam, fiam, mi lesz veled? Így hát Tom újra megszökött otthonról. Vajon milyen újabb kaland vár rá? Ma este! Banditásat játszunk! Jó, éjfélkor várlak a szokott helyen!